ezt a problémát, ezt a bajt nem fogják tudni önmagukban egyedül megoldani, de ti, akikkel évek óta ismerjük egymást, tízezrével, százezrével igen. Az, hogy Magyarországon lényegében a deviza alapú hitelszerződéseknél egyetlen egy, persze lehetnek kivételek, de egyetlen egy tisztességes árfolyam kockázati tájékoztató sem volt. Azaz, az összes ilyen devizahiteles szerződés, ha azt kéri az adós, semmis, teljesen érvénytelen, nem részlegesen. Teljesen érvénytelen. Az eredeti állapotot, akármi van a DH2 törvényben, hiszen az uniós jog erősebb, mint a DH2 törvény, erősebb, mint a miniszter úr, helyre kell állítani. Vissza kell állítani azt a pontot, amikor az adós tolla lendült a papírhoz, de még nem írta alá a szerződést. Akár az árfolyamrésre hivatkozással, akár a tisztességtelen egyoldalú kamatemelésre hivatkozással, hiszen egyetlen bank se tudta megdönteni, hogy az ezzel kapcsolatos szabályai azóval kapcsolatos vélelmet, tehát mindegyiké tisztességtelen volt, akár másokból, például az árfolyamkockázat konkrét ügybeli tisztességtelensége miatt. És nincs pótolgatás, nincs fabrikálás, nem arra kapták esküjüket a bírák, volt kollégáim, hogy a jogot fabrikálják, és például az árfolyamrés kiesése esetén, ami ugye az árfolyamok kiesését is jelenti, a MNB ugye középárfolyamát alkalmazzák, mint ahogy az egyik DH törvényben ez benn van. Megnéztem ma reggel a magyar közlönyt, hogy hát ha benne van, csak én vagyok buta, hogy Darák Péternek vagy Velman Györgynek, esetleg Handó Tündének joga van kilépni az Európai Unióból. Nem találtam ilyet, de szóljanak, ha valaki olvasta. Márpedig, ha nem alkalmazzák a szabályokat, az olyan, mintha kiléptek volna az Európai Unióból. Ezért nagyon fontos a mai tüntetés, ezért fontosak a későbbi tüntetések. Hallottam, hogy 7-én a Kossuth téren is lesz ilyen tüntetés. Ezért fontos, hogy az egyre jobban kisemberpárti, ellenzéki pártok, bármelyik, amelyik itt van, amelyik most éppen nincs itt, vagy kevés képviselője van itt, egyre inkább a devizások és a kisemberek felé fordulnak, bárki üldözött felé. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez az a meccs, amit csak esetenként egyes adósoknál lehet a tárgyalóterembe megnyerni. Én most hamarosan oda megyek, de az utca, a közélet, a politika és a talán lassan ébredező Európai Unió nélkül nem lehet megnyerni, kivéve ha van itt a mögöttem lévőkben fent belátás, netán a Kossuth téren van belátás, próbáljuk őket rábírni, hogy legyen. Köszönöm szépen! Megköszönni azoknak, akik eljöttek és vették a fáradtságot, hogy kiállnak magukért, és szolidárisak azokkal, akik nem tudnak itt lenni bármilyen okból kifolyólag, illetve hát a szervezőknek, akik ezt a rendezvényt megszervezték. Egy nagyon fontos dolog ma nem hangzott el, ez pedig az, hogy ez az ország, ez nem a bankárok országa, hanem ez a ti országotok. Ez egy nagyon fontos üzenete a mai napnak. Ez az ország a szüleitek és a gyerekeitek országa. És nekünk ebből a szempontból van egy történelmi felelősségünk, ez pedig az, hogy mi az őseinktől megkaptuk azt a szabadságot, amely úgy tűnik, hogy jelenleg fényévekre van tőlünk. Ma Magyarországon szégyenkeznem kell azért, hogy magyar vagyok, mert itt a velem szemben lévő épületben magyar ember írja alá magyar embernek a halálos ítéletét. Szégyenkeznem kell azért, hogy mi úgy akarunk az Európai Unió fene gyerekei lenni, hogy Magyarországon nincs jogegyenlőség. És azért is szégyenkeznem kell, hogy az ország egyik fele, az ország másik felének a kárára akar gyarapodni. Ma Magyarországon minden tizedik embert a végrehajtás rémképe fenyeget. Minden egyes végrehajtás mögött ott van egy család. Gondoljuk végig, hogy ez nagyjából a fél ország. Itt egy társadalmi holokausznak vagyunk a szemtanúi.
És itt elhangzott nagyon-nagyon sok javaslat avval kapcsolatban, hogy mi a megoldás. De nekem sajnos az az érzésem, hogy aki tudott, vagy akart volna segíteni, az már megtette volna. Itten reménykedve vártuk az Európai Uniónak az álláspontját. Itt reménykedve várjuk, hogy az Alkotmánybírósághoz ismételten majd be fogunk adni egy beadványt. De kérdem én, hogyha ezek a hatalmasságok megtehették volna azt, hogy a magyar népen segítsenek, akkor már réges-régen megtették volna. Nekem úgy tűnik, hogy mi nem számíthatunk senkire, csak magunkra. Viszont függetlenül attól, hogy az ellenség hatalmas erővel bír. Elképzelni nem tudjuk, hogy mekkora erővel bír, hiszen náluk van a pénz, és náluk van a hatalom. De a mi fegyverünk százszor erősebb, mert a mi fegyverünkben ott van a tisztesség, a becsület és a győzelembe vetett hit. És ezt nem vehetik el tőlünk. A mi utódaink ne azt a kérdést tegyék fel, hogy mit tehettünk volna, hanem azt a kérdést tegyék fel, hogy mit tettünk. És e tekintetben nem számíthatunk senkire. Úgy látszik, hogy a magyaroknak ez a sorsa, hogy időnként a jogaikért és a szabadságukért harcolni kell. De ha megkérdezitek, hogy hogyan tudunk ilyen erővel harcolni, akkor én erre a kérdésre csak egy másik kérdéssel tudok felelni. Akarunk-e szemlesütve, megszégyenülve, sebeinket nyalogatva levonulni a harctérről, vagy pedig fogjuk a szabadság zászlaját, és büszkén kitűzzük a diktatúra romjaira? Köszönöm!